Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Végre elérkezett ez a pillanat, és itt van a Poppy Playtime Chapter 3. Mióta várjuk már, hogy megjelenjen, és most bizony megjelent. Hogyha örültök ennek a videónak, és szeretnétek ebből az egészből végigjátszást, már most mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunknak a menüjében. Ki ez a tag? Lesz új szörny? Az elmúlt pár napban, meg hétben kijött előzeteseket direkt nem néztem meg, pedig rengetegen írtátok, hogy minden újdonság legyen számomra. De milyen utolsó checkpointról beszélsz? Hát most nyitottam meg a játékot. Hát nagyon remélem, hogy a folytatásra kell menni. És akkor bizony, durran is a Chapter 3, ugyanis most vásároltam meg a gémet. És az volt a durva számomra, hogy 50 giga. De az a baj, hogy arra sem emlékszem már, hogy mégis hogyan záródott le a Chapter 2, ugyanis annyira régen volt. Szóval én bízok abban, hogy lesz nekünk valami kis átvezetésünk, amelyből bizony ki fognak derülni itt a dolgok, de nem a Chapter 2 végén siklott ki a vonatunk, amelyet Poppy térített el? Vagy ez a Chapter 1 vége volt? Na, hát itt is vagyunk akkor. De ez a macsek, aki az új főszereplőnk, akkor jó fej? Vagy ez csupán valami illúzió lesz? Mert most végül is nagyon is segített nekünk. Gyönyörűen néz ki amúgy a játék. Várjatok már, ez itt szűkül össze? Hát az mondjuk nagyon is baj. Szóval akkor nekünk, aha, errefele, itt fel kell mennünk, és ide bejönnünk. Na várjatok! Megoldja az elek. Jó. Ez nekünk miért jó? Hogy itt vagyunk. Aha! Hát ezért jó, ugyanis errefele tovább tudunk haladni. Aha. Most nekem ide kellett tovább ugranom. Utána pedig ide át kell ugranom. Majd ide. Majd itt nem kéne leesni. De nem baj. Jaj, de idegöllő részek lesznek itt. Már most mondom, hogy brutálisan sokat fogunk rage-elni. Ugyanis ez a játék nem csak gyönyörű, de egyben nehéz is. Jó, ez itt lejön, mi pedig átugrunk, szuper. És akkor most pedig... Ja! Hogyha nem vagyunk eléggé gyorsak, és nem ugrunk át ott hamar, akkor bizony felvisz minket teljesen, és megöl... Ez a rész itt még nem darál be minket. Itt kell majd átugranunk, utána pedig egyből ide a másik platformra. Jó! Megvagyunk! Nagy szenvedés árán, de itt vagyunk, és ez a lényeg. És ez még csak a tutorial rész, ugyanis most mutatja nekünk, hogy mégis miket tudunk csinálni a játékban. Így! Ez a robot nagyon is kapta. Aha. Az ENG segítségével pedig tudunk interaktálni a különböző dolgokkal. Oké. Nagyon dárkos hangulata van az egész játéknak. Rettentően tetszik eddig. Ahhoz képest, hogy mennyit rage-eltem itt már most az elején. Aha. Hogy itt rettentő gyorsnak kell lenni. Ugyanis csupán pár másodpercig vannak. Ezek a cuccok itt, de lehessek! Nem lesz ez így jó, léci, mondd azt, hogy volt checkpoint, és nem a legeslegelejéről kell elkezdeni ezt az egészet. Jó, hál' Istennek volt. Ugyanis, aha, elkezdtem full a másik irányba menni. Jó, az előbbi résznél nem voltam úgy. És bizony. Jól van, hát innen kell ugrani. Vannak amúgy ilyen mikrolaggok a játékban, de ezt tudjuk be annak, hogy csupán most jelent meg. És bizony, akkor bőven előfordulhatnak ilyenek. Na itt mit kell csinálni? Ja, lehetséges, hogy két kézzel azt magam elé kell húzni? Jaj, de jó, hogy már megint ide dob be minket, és megint itt át kell mennünk. Sokszor ideges leszek, már most mondom. Látjátok, már megint volt itt ennél a résznél egy mikrolag. Na de ezt a cuccot ide tudom húzni, ja! Csak ezt elengedem, akkor egyből visszamegy, szóval valahogy úgy kéne ráugranunk.
hogy közben tartom is, és most elengedem, jó? És innen pedig merre fele kéne tovább haladnunk? Ez miért volt jó nekünk? Hogy le kéne ugranunk, mivel itt van alattunk egy platform? Hát, nem volt alattunk. És akkor már megint kezdhetjük előről. Hogy mi? Ott mászott a macska? Vagy lehetséges, hogy ott a szellőzőbe kell belemenni? Hát akkor tudja, hogy a macskát kéne követnünk. De ő akkor nekünk ilyen apró jeleket küld. Ja, hogy itt bele tudok menni a szellőzőbe? Próbálkozzunk meg vele. Jó. Nagyon is jó. Googoljunk le. És akkor itt is vagyunk, de akkor itt lefele kéne esni, ugye? Bízunk benne. Aha, ő itt nagyon beledarálva. Kedves játék! Hogy nem lefele kellett esni? És ez miért jó? Hogy ezt megtaláltam. Ja, hogy errefele is lehet menni? Fú! Annyira vakon vagyok! Bár szerintem a végigjátszásban látszik is. De jó amúgy, hogy nem ilyen egyértelmű kis egyszerű játék lett ez. Hanem bizony kell itt logikázgatni bőven. Hát arra fel, ahogy láttam, nem lehet tovább haladni. Menjünk is be akkor erre. Itt estünk le, erre sem lehet tovább haladni. Menjünk is el akkor erre fele. Ezt itt nem tudom innen kivenni. Illetve erre sem lehet tovább haladni. De akkor mégis merre kéne, tesó? Ó, hogy erre ugyanis ezt a rácsot itt be tudtam lökni. Ez mégis kinek lehet a bázisa? Hát itt van nekünk egy kazettánk. Szóval játsszuk is le. És nézzük is meg, hogy mégis mi van rajta. Kérlek, Miss Harper, magyarázz el ezt a szituációt. Minden gyermek aludt, és volt egy sikítás, kész rémálom ez, mennyire felzaklatott már. Az egyik gyermek egy szörnyű dolgot látott, és valakinek egy csomó vér jött szinte a bőre alól meg minden. Azt mondja a kislány, hogy egy szörnyet látott. Hát nagyon is, rengeteg szörny van ebben az elátkozott játékgyárban. Aha, találtunk közben egy akkumulátort. De ki ez a Miss Harper amúgy? Na várjatok, ezt tudom, hogy ide kell behelyeznem. Lehet, hogy a játékgyár ellen elkezdtek kivizsgálódni. És ez a Mr. Harper is eléggé be van kattanva, úgy tűnik nekem. Bár ilyen történések után én egyáltalán nem csodálom. Itt is van amúgy a második aksink. Szóval helyezzük be. Ezt ide mondom, helyezzük be ide. Jó. Ide pedig akkor nekünk kell a kék kezünk. Fú, de hiányzott már ez! Á, de komoly lesz! Ki tudja amúgy, hogy mennyi új szörny van. Nyomjuk meg ezt a gombot. Itt van Buba, Buba fent. Emlékszik ránk, azt mondja. Jól van. Inkább nem szeretnénk tudni, hogy mégis honnan. Ez a telefon? Vagy ez mi? Ez nekünk itt zölden világít. De hol csörög a telefon? Fú, itt valami nagyon logikázgatás lesz. Már most mondom. Na de ide nem tudunk bemenni. Ja, hogy a zöld kezünket erre rá tudom tenni, és akkor ennek köszönhetően ez beáramozódik. És hogyha ide jövünk, és ezt is beáramozzuk, akkor bizony be tudunk jönni ide, és itt van a telefon. Meg azt hittem már először, hogy ez a maszk is, amit láthatunk. Hát vegyük is fel. Szia, te hallasz engem? Mi? Egy kisgyerek segít nekünk. Ugyanis mondja, hogy elég elveszettnek tűnünk, és nagy esélye, hogyha így folytatjuk, akkor meg fogunk halni. Hát köszi, kisrác. Nélküled nem tudtunk volna itt bemenni. Ííí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 í
Nem, mit csináltuk ezt? Catnap? Ő a macsek szörny? Úgy hívják, hogy Catnap? Szükségünk van rád, ugyanis közösen rengeteg embert meg tudunk menteni veled az élen. De ki ez a kisrác? De akkor kajakra úgy ért véget a Chapter 2, hogy bizony kisiklott a vonatunk, amelyet Poppy intézett. Ne! Várjatok már! A multiplayer részének volt ez a pálya része. Csak az a baj, nem figyeltem közben a kisrácra, de most mondja, hogy Ollinak hívják. Szia, Olli! Örülök, hogy találkoztunk, még ha csak így, hangformájában annak is. Most mentett nekünk a játék. Hát errefele kell akkor tovább haladnunk, oké. Okay. Milyen durva átkötés lenne, hogyha telibe ebben a játékban oda mehetnénk, amely a multiplayer játék része, és ide jövünk ténylegesen? Na várjatok, hú, meg el kell nekünk. Hogy mit csinálsz? Pont nem tudtam elolvasni? Valami nagyon durva vagy várjatok? Azt hittem, hogy így fejjel lefele tudom fordítani a kezünket, de nem. Ja, hogy ezt be tudom ott áramozni? Mit csinál ez? Próbáljuk meg feldolgozni itt az információkat. Ha ide rakom, akkor megy oda egy nyaláb. Nekünk pedig az a célunk, hogy ez az áram telibe ide menjen, és kinyissuk ezt az ajtónkat. Kezdődik, nagyon is kezdődik, ennek segítségével pedig be tudom ezt áramozni itt, de nekünk pedig valahogy az összessel interaktálnunk kéne, ugyanis ahogy látjuk, az a felső lámpa csupán akkor villan be, hogyha bizony ez a kéz itt átforgott egyszer. De akkor erre nekünk valamilyen formában biztos, hogy szükségünk van. Na de hogy utána, hogyan tovább? Az egy rettentő jó kérdés. Ja, hogy ezért írta nekünk a Q-t meg az E-t, ugyanis azok segítségével be tudom mozgatni. És akkor most, hogyha így tekerem ezt be, akkor miért nem villan fel a lámpa ott? Aha, sikeresen ki is nyitottuk. Hát kilogikázgatunk itt mindent. De most ez miért volt jó nekünk? Már nem azért. Itt mentünk be, a másik oldalon pedig kijöttünk. Ennek mi értelme volt, kedves játék? Hát ezért szívtam vele ennyit. Jó. Nézzük meg, hogy ez a kék vezeték megye bármerre is. Ja, hogy most már akkor beaktiváltuk az áramot és be tudunk ide jönni. Hát telibe ezen a részen volt a multiplayer rész. Mekkora ötlet ez? Na de itt van ez a kar, szóval én le is húzom. Kinyitottam ezzel valamit. Oké. Okay. Bízunk benne. Ja, várjatok már. Ezt is le kell akkor húzni. Ó, hogy megyünk vonatozni? Nekem traumáim vannak a vonatoktól ebben a játékban. Szóval léci, ne sikoljunk ki megint. Van ilyen szó amúgy? Jó. El is indulunk. Hát persze, hogy elindulunk. Fú, de meredek ez. Nem az Elliot Ludwig a tulaj? Aki az egész játékgyár? Szerintem de. Sohasem volt elég pénzem, és ő nagyon is szereti a pénzt. Mik ezek a kis filmek? Kíváncsi vagyok amúgy, hogy a játékunknak melyik szakaszán fogunk Poppyval találkozni? Ez alapból ilyen? Ez nekünk jó, hogy ilyen veszélyes helyeken megyünk? Hát nézzétek már meg, hogy néz ki.
a mosoly a remény, a mosoly a szeretet, a mosoly a megértés. Fú, de mély üzeneteket pörget itt Mr. Tulajdonos úr. Azt mondd meg nekem, kedves Hedvig, hogy miért csináltál egy olyan játékgyárat, amely tele van szörnyekkel. Ja, most nézem, hogy itt van a pályánk, és akkor most be fogunk ide menni. Így őszintén bevalva, nem tűnik túlságosan biztonságosnak. Ember! Mik ezek a pályarészek? De jól néz ki! Hát volt ezzel a gémmel munka bőven, nem véletlenül tartott nekik ilyen sokáig, hogy elkészítsék. Nagyon szép beszédet mondott amúgy. Nyomatta, hogy ezek a játékok nélkülünk semmit sem érnek. Na, itt is van Oli. Ember! Mi jól néz ki ez a hely. A gyerekek itt éltek. Mit csinálsz? A játékgyáron belül éltek gyermekek? És most azt mondja nekünk, hogy bizony menjünk le itt középen a lépcsőn. De ide mégis hogyan tudunk bemenni? Hát kedves Oli, az ajtó nincsen nyitva. Nagyon nincsen nyitva. Vagy várjatok, csak van valahol egy másik lépcső is? Ó, hát persze, hogy van. Ez az ajtó pedig nyitva van, de mi van akkor, hogyha nincs is Oli, hanem csak ide akar csalogatni minket az a macska? Hát nagyon fura számomra, hogy van itt egy kisgyerek. Aha. Hol vagy, Oli? Azt mondtad, hogy valami kulcsot fogsz nekem odaadni. Hát én nem látlak sem erre sem. Azt hittem már, hogy valami kígyó megy itt el. Jó, ő nincsen itt a ketrecben. Most felvettem a kulcsot és itt leadta? Aha, leadta itt a kulcsot. Most biztos kérdeznéd magadtól, hogy mégis... Melyik ajtót nyithatja ez a kulcs? A kábeleknél van egy ajtó, amikor lejöttünk. Vagy várjatok, lehetséges, hogy a kinti ajtót nyitja? Nem is itt a lentit? De én még mindig leragadtam annál a résznél, hogy miért éltek itt gyerekek? És nézzétek meg, hogy mennyire elhagyatott lett ez a hely. Bár azért, ha belegondoltok, tudja, hogy ez valami szolgáltatás lehetett, hogy bizony, mint valami szállodába beköltözhettek ide gyerekek. Jó, ezt az ajtót már kinyitottuk. Nézzük is meg akkor a másik ajtót. Mondom, nézzük is meg a másik ajtót. Így de csúnyán ledöntötték ezt a szobrot. Vajon akkor ide most be tudunk menni? Hát, nem úgy fest nekem. Hát pörögjenek is itt akkor a hatalmas nagy ajtókeresések. Vajon amúgy az az ajtó lesz? Ugyanis ott, minthogyha nagyon is lenne egy ajtó. Rettentően porán néz ki ez a hely. És itt van az összes eddigi szörny. Hát nagyon is itt van. Csóri gyerekek azt hitték, hogy ők csupán plüssök, meg nem kelnek életre, de mi nagyon is tudjuk, hogy életre keltek. Aha, itt szálltunk ki, szóval akkor nagyon nem errefele kell megközelíteni azt az ajtót, hanem mondjuk errefele. És még rendes ilyen kis cukrászdás, kávézós rész is volt. Mi jól nézett ki ez a hely? Hoppá, hoppá! Hát persze, hogy ezt az ajtót tudtuk kinyitni. Annyira fura lesz amúgy, hogyha netalán találkozunk Olival. Gondoljatok bele, hogy egy ilyen kisrácot meglátnánk úgy, hogy eddig csupán szörnyeket láttunk, és saját magunkról sem tudjuk, hogy mégis kicsodával vagyunk. Na de volt is itt egy töltés, szóval jöjjünk is el erre. Én bízok amúgy abban, hogy még vissza fogunk menni arra a helyre, ahol voltunk. Most mi ilyen gázcsináló helyen vagyunk. Na az mondjuk baj. Egy ilyen piros füstről beszélnek. Aha. És ennek a piros füstnek a segítségével.
el fogjuk tudni kábítani vagy kapni az egyik szörnyet, amely kell nekünk. Mondja, hogy ő hisz bennünk, hogy meg tudjuk csinálni, de majd hív minket, amint össze is jött. Na várjatok, kéne nekünk ide egy aksi, utána pedig ez a cucc így végig megy oda, meg errefele is mennek vezetékek, hát van itt rengeteg vezeték, ja. Szóval először is akkor az a legeslegfontosabb feladatunk, hogy megtaláljuk az aksit, de ez a hely is mennyire jól néz már ki! Na de tudjátok, hogy minek van most itt az ideje? Annak, hogy lezárjuk ezt a videót, ennyi is lett volna az első rész, remélem, hogy bejött nektek. A második részt azzal fogjuk kezdeni, hogy bizony megoldjuk ezt a rejtvényt, és elkészítjük akkor azt a piros füstöt. Hogyha szeretnétek minél hamarabb második részt, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas lájkot erre a videóra. Én köszönöm szépen a figyelmet. Majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!